ezt is tegnap készült, ezek is. Bence Anett mert nagyot álmodni. Éppen a saját készítésű munkáit mutatja, melyek a most nyílt üzlet minden zegzugát ékesítik. De nem csak díszek, számos más szép, színes, egyedi ajándéktárgy és még minőségi csokoládéból készült termékek is megtalálhatók az új mesevilágban. Itt ugyanis mindig minden az ünnepről, alkalmakról és az ajándékozásról szól. A tulajdonos mindig is szeretett kreatív ötleteket megvalósítani, szívhez szóló ajándékokat készíteni, ami felnőtt korában olyannyira végigkísérte, hogy a családi otthonban már zavaróan sok lett a csecsebecséből, így adódott az üzlet ötlete. Gondosan válogattam az összes termékünket, Hollandiába mentünk ki, és Németországba, és tervezem is, hogy folyamatosan menni fogunk ki, mert látom a vevőkön, hogy bejönnek, és így ledöbbennek, így feljönnek a lépcsőn, és így megállnak, és így főleg a kisgyerekek is így csodálkoznak, hogy hova csöppentek. És hogy olyan jó, hogy régen mindig mondták, hogy milyen álomvilágban élek, és akkor ide bejössz, és akkor megvalósul az álomvilág. Székesfehérvár alpolgármestere is ellátogatott a város új mesevilágába, de nem jött üres kézzel, egy szép ajándékot is átadott a tulajdonosnak. Itt a kreativitás és a minőségi alapanyagokból való készítés, valamint egy minőségi árukínálat találkozik egymással, és ez nekem nagyon szimpatikus, nagyon jó itt lenni az üzletben. És az, hogy fehérvári tulajdonosokkal, ez meg különösen jó dolog. Én a fehérváriakat arra kérem, arra buzdítom, hogy vásároljanak fehérvári kereskedőktől fehérvári árucikket. Deák Lajosné, a városrész önkormányzati képviselője örömét fejezte ki, hogy körzetében családi vállalkozás nyílt. Nagyon fontos, hogy az Anett a kis gyerekeket neveli és vállalkozóként indította be az üzletet, úgyhogy mindenkit is buzdítok arra, hogyha úgy érzi, hogy van ilyen rejtett kincs, ami benne van, édesanyákat valósítsák meg magukat. Családi támogatás által meg tudta valósítani ezt a mesevilágot. A dekorboltban minden megtalálható ahhoz, hogy szívből jövő meglepetést tudjon szeretteinek bárki okozni.